a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk költöző, egy órában Pál Ferenc, római katolikus pap, mentál, szakember. hónapot kívánok! Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Mi a feltámadás üzenete? Azt mondhatnánk, hogy ugyanaz az üzenete, mint mindig, de... Egész biztos, hogy megtalálhatjuk annak az egyetemes üzenetnek, hogy a halál az életnek nem a vége, hanem az életnek a része, és hogy az ember a saját erejéből meghalni tud, hogy az ember a saját erejéből kétségkívül átélheti azt, hogy sok mindenre képes, de előbb-utóbb a gyöngeség és a betegség és a halál mindenkin erőt vesz. És hogy ezért szükségünk van arra, hogy valaki élettel ajándékozzon meg bennünket. És tulajdonképpen ezért a saját életünkre úgy tekintünk, hogy az nem valami birtok, nem az én életem a szó birtoklás értelmében, hogy az enyém volna, hanem már most is kezdem úgy látni, hogy az életem ajándék, mégpedig Isten életéből való ajándék, és hogy amikor meghalunk, akkor Isten azt akarja hogy éljünk, és a saját életéből akar nekünk ajándékozni. És ezért így ismerem föl az életemet, Húsvétnak, Jézusnak, az Istennel való kapcsolatomnak az összefüggésében, mint ajándék. És akkor ennek aztán lehet egy másik gondolat szála. Ez pedig az, hogy na, ha nincsen önmagamtól, önmagam által életem, hogy az életet nem tudjuk adni, legfőjebb továbbadni, akkor ha ezt ajándékként ismerem föl, egy lehetőségként, hogy ezt ma nagyon szeretik mondani, akkor tulajdonképpen ez a saját élet stílusomra, az életmódomra, vagy az élet filozófiámra is kihatással lehet, és akkor megpróbálok úgy élni ezen a földön, hogy az ajándék legyen másoknak. Hogy mások azt mondhassák, hogy de jó, hogy ezzel az emberrel találkoztam hogyan illeszkedik be ez a modern életbe? Ugye nyilvánvalóan a hívő emberek életében ennek egy nagyon jól meghatározott helye van a feltámadás ünnepének, a húsvétnak. az ő életükben ma mit jelent? És aztán majd beszélünk a nem hívőkről, de az ő életükben hol van a helye ennek az ünnepnek? De mert tulajdonképpen ez egy egyáltalán nem könnyű kérdés. Hadd had mondjak egy modellt. Mert ez talán segítségünkre lehet abban, hogy akkor el tudjuk helyezni a különböző témáinkat, vagy a különböző kérdéseket, vagy akár problémákat. Ez pedig az, hogy mikor kimondjuk ezt, hogy kereszténység, vagy a keresztény kultúra, keresztény hagyomány beleértve akkor a föltámalás ünneplését, a vallási szertartásokat, és minden egyebet, akkor legalább három különböző területet érdemes megkülönböztetnünk. Az elsőt így nevezném, hogy a politikai kereszténység. A politikai kereszténységben a kereszténység elsősorban egy ideológia. Éppen annak a fönnálló rendnek, struktúrának és az egyébnek egy eszmei háttere és bázisa. Egészen más jellemzői vannak, a második csoportban annak, amikor azt mondom, hogy keresztény vagy kereszténység, az pedig a kultúrkereszténység. És a kultúrkereszténységben pedig a kereszténység nem elsősorban ideológia, hanem kulturális elemek összessége. És ide kapcsolódik a vallásosság. A vallásgyakorlat, az egyházias vallásgyakorlat, de ide tartozik az is, amit így szoktunk mondani, hogy hát Európa lényegéből adódóan keresztény, de nem azért, mert hogy egy csomó hívő ember lakja hanem azért, mert a kultúrája keresztény. És a kultúrához tartozik tehát hozzá az, hogy mindenkinek van több-kevesebb viszonya, több-kevesebb tudása, több-kevesebb valamilyen érzelmi viszonya is ahhoz, hogy mit jelent, hogy húsvét, beleértve a nyuszit, de beleértve Krisztust a kereszten. Tehát nagyon sok mindent, ami de tartozik, ezt nevezem kultúrkereszténységnek. A harmadik Csoportja, vagy harmadik dimenziója a kereszténységnek, ahogyan arról beszélhetünk, a hívő kereszténység. Nem a vallásos kereszténység, mert az elsősorban a második csoporthoz tartozik, hanem a hívő kereszténység. Ez pedig azt jelenti, hogy a hívő keresztény az a valaki, akinek egy személyes bizalmi viszonya van Jézussal. És ezért a három csoportban, aki tájékozódik, vagy aki önmagát, az önazonosságát meghatározza akár melyik csoportban is, tulajdonképpen másképp határozza majd meg magát. Más gondolatai lesznek, más érzései, más tart majd fontosnak, és lényeginek. Tehát például, hogyha a hívő embert kérdezem meg, akinek egy személyes bizalmi viszonya van Jézussal, egész mást fog válaszolni a te kérdésedre, mint az a valaki, aki kisebb-nagyobb Kulturális élmények nyomán valahogy kapcsolódik a kereszténységhez. És erre a kérdésre megint egész mást fog válaszolni az, aki a kereszténységet elsősorban ideológiának, a politikai kereszténység eszme rendszere szempontjából fontos gondolatfüzérnek tekinti. Akkor menjünk egy picit felé. a A hit szempontjából mi a feltámadás jelentősége? A hívő ember szempontjából, tehát, hogyha most a harmadik a hívő, csoport, a harmadik, csoport. Így van, a harmadik csoportnál vagyok. A jelentősége az, hogy ahogyan erről szóltam pár szót, hogy az ember saját magát nem tudja megmenteni. Az ember a halálból saját magát nem tudja kiemelni. Szükségünk van Istenre. De ez csak az egyik rész, és ha szabad, azt mondanom, ez a kevésbé fontos rész, mert ez még csak onnan közelíti meg Isten és ember kapcsolatát, hogy az ember teremtmény és rászorul Isten szeretetére. Rászorul arra az életre, ami nekünk önmagunktól és önmagunkból nincs. De a fontosabbik vagy a szebbik rész, hogy az ember egy olyan lény, aki szíve mélyéből vágyakozik Isten után hogy van bennünk egy vonzalom, és van bennünk egy vágyakozás, valaki több után, valaki más után, valaki, aki, hát, akit így szoktunk megnevezni, hogy Isten. És hogy az emberi szívben ez a vágyakozás, a nála több iránt, ez a vágyakozás teljesedik be húsvétkor. Mert a beteljesedés ebből a szempontból, ahogy Jézus a kereszten ezt mondja, azt jelenti, hogy az ember Rengeteg szörnyűségre képes, akár az Isten is meg tudja ölni. És Isten még az őt megölő és bántalmazó és vele igazságtalan embernek is azt mondja, hogy te akármit tehetsz velem, ez nem másítja meg azt, hogy én azt mondom neked, hogy szeretlek, hogy fontos vagy nekem. Ez a kereszthalának az üzenete. Vagyis az, hogy a kereszten Jézus azt mondja, hogy akármit teszel velem, fontos vagy és szeretlek. És ez számunkra, most a hívő ember számára azt jelenti, hogy mi egy kölcsönös, bizalmi viszonyt éltetünk és ápolunk Istennel, Jézusban ez egy kézzelfogható, személyes viszonyát tud leginkább alakulni, hiszen látunk egy másik szemét, és hozzá könnyebb viszonyulni, mint ha csak azt mondanám, hogy Isten. És ebben a személyes viszonyban átélhetem azt, hogy ami mi kettőn kapcsolata, Isten és ember kapcsolata végérvényes. Örökérvényű hogy nem tudtam és nem tudok olyat tenni, amire Isten azt mondaná, hogy én megszakítom ezt a viszonyt. Ezt egy képben úgy is mondhatnánk, hogy Isten kinyitotta az eget, és az ég nyitva van. És ezért az ember újból és újból dönthet Isten mellett. Az áró gondolatom így szól, hogy a föltámadás pedig azt jelenti, ebből a szempontból, ebből a megközelítésből, hogy a jó győzött, az igaz győzött, a szép győzött, és nem az a kérdés, amit ma nagyon sokan föltesznek, hogy van jó is a világban, és van rossz is, és melyik az erősebb. És nagyon sokan azt mondják, hát a rossz erősebb. A hívő ember számára ez a kérdés így nyer válaszadást, hogy a jó és a rossz kétségkívül mondhatjuk és láthatjuk így, hogy küzd egymással, de azzal, hogy Jézus föltámadta a halálból, a jó győzött. És a mi témánk, a mi kérdésünk nem az. Hogy a jó erősebb vagy a rossz, mert mi tudjuk, hogy a jó erősebb, hanem az, hogy melyik oldalra állok. Ha már itt tartunk a jó és a rossznál, ugye, ugye szinte megjelenik, hogy a végítélet napján jók-rosszak. Ugye, te is használtad ezt a kifejezést, ezt a két csoportot. <hállt> Mi, mi, múlik ez? Mindől el? Mitől függ? Hm. Egyrészt tudunk erre egy nagyon egyszerű választ adni. Hát azon múlik, hogy éltünk. És elsősorban a tetteinken múlik. Nem az érzéseinken, nem is a gondolatainkon, nem a vágyainkon, és nem a szándékainkon, hanem a tetteinken. De egy képet hagy hozzak ide. Valós történet ez. Egy gondolkodó megkérdezte Pilinszki Jánost ugyanezt kérdezte többé-kevésbé, mint te. Azt mondja, hát jóba voltak egymással. Hey, János, te hiszel ebben az ítélet dologban? Hát ez nem nevetséges, te tényleg el tudod képzelni, hogy majd angyalok jönnek harsonával, és akkor aztán ott az égből majd mennydörög valaki, és ránk olvassa ezt meg azt? Erre Pilinszki János azt mondta, nem, én egyáltalán nem gondolom, hogy ez így lenne, és ebben egy kicsit semmiszek. Sokkal inkább azt gondolom, ez ahhoz fog hasonlítani, és talán inkább úgy lesz, hogy ott abban a pillanatban mindenki nyakába akasztanak egy táblát, és a táblán az lesz, ahogy éltünk. A táblán ott lesz, amit tettünk. Hogy ha erről a témáról beszélek, akkor nem állnék meg Pirinszki János képénél, hogy semmi más nem történik, csak világos lesz a valóság, hogy ez vagyok, hogy így éltem, hogy ezt csináltam. De ebben az a gyönyörűség a kereszthalál és a föltámadás felől nézve, hogy ez azért nem csak szorongást keltő. Nem tudom rád, milyen hatást gyakorol, de ebben a képben szerintem van egy szorongást keltő elem. Úgyhogy jónak kell lenni. Hát vagy, hogy, hogy mi lesz majd erről a táblára írva? meg hogy van nyilván mindenkinek az életében olyan, amit nem szívesen látna ezen a táblán, és főleg nem szeretne, hogy mások lássák. De akkor ez hogy van? De akkor ez úgy van, most megint a harmadik csoportból beszél a hívő ember felől beszélek, ez úgy van, hogy mi pontosan tudjuk, hogy azok a mondatok, amik ezen a természetesen elképzelt és szimbolikus táblán vannak, hogy azok a mondatok nem ponttal fejeződnek be, hanem mindegyik mondatnak a közepén egy vessző van, és a vesző utáni részt mi fejezzük be szabadon. Vagyis azt értem ez alatt, hogy ott van az a mondat, hogy csúnyán beszéltem a feleségemmel. Vessző, de utána oda mentem hozzá, és azt mondtam, nagyon szeretlek, hogy nem voltam elég gondos a gyerekeim nevelésében, de egyszer csak fölismertem ezt, és rájöttem, hogy tulajdonképpen a gyerekeim sokkal fontosabbak, mint a pénz, és ezért ezt és ezt csináltam utána. Tehát tulajdonképpen semmi másról nem szól ez a kép kicsit leegyszerűsítve, csak az összetettségünkről? Arról, hogy egyszerre megvan van az életünkben a jó és a rossz is? Nem csak erről szól, hanem arról, hogy miközben megvan az összetettség az életünkben, mi szabadon döntéseket hozhatunk arról, hogy melyik irányba lépünk, hogy a döntéseinkkel mennyire tesszük valósággá azt a jót, ami bennünk van. Bővítsük a kört egy picit, ugye onnan kezdtük, hogy a hívő kereszténység számára mit jelent a feltámadás. Ugye nyilván egy nagyobb halmaz, egy nagyobb kör a kulturális kereszténység. Igen, mi rakódik ebben a körben, mi minden rakódik még a feltámadás üzenetéhez? Kétség kívül ez az a terület, amihez én már kezdek kevésbé érteni. Még pedig azért, mert egy kulturális antropológus vagy egy szociálpszichológus nyilván rengeteg izgalmas dolgot tudna elmondani. De kétségkívül kívül például az, hogy nem sokára itt vannak a nagyheti szertartások, és meg fogom azt tapasztalni, például, hogy sok olyan ember fog eljönni templomba, akit egyébként sosem látok. És hogy számomra ez nagyon örömteli. Mert kicsit se gondolom azt, hogy akkor őket gyorsan szídni kéne, hogy miért csak most jöttetek el, hanem hogy arra gondolok, hogy ezek kivételes lehetőségek. Ezek nagyszerű lehetőségek arra, hogy valakinek valamit a hívő részből el tudjunk mondani, mert azt föltételezem, hogy talán a, a, a bizalmi viszonya Jézussal nem elég kidolgozott, de valami miatt mégis eljön, a szív vágya miatt, az Isten iránti vonzalom miatt, és talán valamiféle hagyománytisztelet, vagy szokás, vagy valami olyasmi miatt, amit ő nem is tudna pontosan megfogalmazni, hogy miért. És ez egy rendkívül jó lehetőség hogy valami többet megmutassunk annál, mint hogy ez egyszerűen csak egy szokás, vagy egyszerűen csak egy hagyomány, vagy hogy évente egyszer-kétszer elmegyünk, és akkor átéljük azt, hogy na, tulajdonképpen a templomba mi újdonság van. Ez lehet valami módon az ő életükben a reménynek a megjelenése? Tehát az, hogy lehet, hogy csak egy nap ekkor mennek el a templomba. Ez lehet valami módon a, annak a kifejezése, a reményüknek a kifejezése? Hogy ne, lehet a reményé, lehet a gyermeki kíváncsisági, a vágyé, tulajdonképpen a szívünk legmélyebb tartalmait annyira nehezen fogalmazzuk meg. És ezért az a meggyőződésem, hogy érdemes, nagyon jó hiszeműen, nagyon pozitívan látni mindazokat, akik még mi kultúránkban ezeket a kulturális elemeket valamilyen oknál fogva értékesnek, vagy fontosnak tartják. A remény egyébként önmagában mennyire fontos része a feltámadás ünnepének, akár a hívő kereszténység, akár a kulturális kereszténység számára. Ez mennyire fontos része ennek az üzenetcsomagnak? A remény nagyon fontos, és ha megint csak a, a hívő keresztény talajáról beszélek, akkor azt mondhatnám, hogy éppen azért, mert Krisztus meghalt de föltámad, ugye így fejeződik be mindig a mondatunk, meghalt, de föltámad, ez azt jelenti, hogy mi nagyon világosan és pontosan megkülönböztetünk két tartalmat. Az egyik tartalom a vágy, a másik a remény és a kettőt nem tévesztjük össze. Mi a kettő közt a különbség? Az, hogy a szívünkben nagyon sok vágy van, vannak persze fölszínes vágyak, és pillanatnyi vágyak, és aztán vannak nagyon mély vágyak, de kétség kívül, ha reálisak vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a vágyaink vagy beteljesednek, vagy nem. És kétség kívül ezzel a örömmel, és kielégültséggel, és sokszor szomorúsággal, és hiányérzettel éljük az életet. A reménynek azonban, Más a természete. Mert a hívő keresztény ember szemléletmódja alapján az emberiség reménye és az egyes ember reménysége beteljesedett Jézus föltámadásával. Ez pedig azt jelenti, hogy számunkra a remény tartalma mindaz, ami be fog teljesedni, ami meg fog történni, ami meg fog születni, ami úgy lesz, de most még nem végérvényes. Most még nem teljes, most még nem látható. Tehát ezért a hitünkben megfogalmazódóan az, hogy a jó már győzött, ez kétségkívül ma ebben a pillanatban, hogy körbenézek a világban, még nem teljesen egyértelmű, ugyebár, tehát ezért sokak számára ez inkább egy vágy. De a keresztény ember számára remény. Ezért mi biztosan tudjuk, hogy a jó győzött a rossz fölött, és ennek a kinyilvánulását, a beteljesedését egyrészt várjuk, másrészt, mert hogy ez reményünk, nem csak vágyunk, teszünk is érte. Része, vagy gyakorlatilag csak egy bevezetése, az az előkészület, ami sokféleképpen hívhatunk, nagyon divatos is részben, tehát van ez az eljárás, de gyakorlatilag az a 40 napos bőjt a része, vagy csak az előkészítése? Mind a kettő. Nagyon izgalmas ez a kérdés, nagyon árnyaltan fogalmazod, de része is kétség kívül. Mégpedig azért, mert tulajdonképpen a bőti időszak lényege az, hogy átélem azt, hogy nekem valaki hiányzik mégpedig Isten. És nyilvánvalóan a bőti gyakorlatokkal, nem elsősorban étel központú, vagy ital központú, vagy alvás központú, vagy ki tudja miféle központú erény gyakorlatokat végzünk, de ez még csak nem is valami lelki élsportolás, ugye, hogy mire vagyok képes, valami sajátos lelki teljesítmény, hajhászás, hogy aztán húsvét vasárnap megveregessem a vállam, és azt mondjam, na ügyes vagy, Feri, vagy okay, kitéppen, éppen hogy hívnak. Hanem tulajdonképpen mi a lényege, hogy merek szembesülni azzal, és kidolgozom az utat a szívem felé, abban az értelemben, hogy átélhetővé váljék, hogy tulajdonképpen Isten csillapíthatatlanul hiányzik nekem, hogy Isten után vágyódom. És hogy az emberi életutam során az Isten utáni vágyakozásom és vonzalmam teljesen soha nem elégül ki, és nem teljesedik be, és éppenséggel a bőt gyakorlataival azt is átélem, hogy megvan mindegyikünkben a késztetés, hogy az Isten utáni vágyakozásunkról elfelejtkezzünk, vagy pedig, hogy azokat a hiányérzeteket, amelyeket az Isten utáni vágyakozásunk természetesen magába foglal, elkezdjük tompítani és betömni más természetű dolgokkal: étellel, itallal, szórakozással, élvezetekkel, birtoklással, hatalommal. És, és ezekről tisztulunk, meg a megtisztulás ezekre vonatkozik? A megtisztulás tulajdonképpen lényegileg arra vonatkozik, hogy közel kerülök a saját szívem középpontjához, ahol az Isten utáni vágyakozásom lakik. És ennek következtében történik az meg, tulajdonképpen jó esetben ennek gyümölcse, hogy azt mondom, hát ahhoz a vágyhoz és azokhoz az élményekhez képest, ami az Istennel való kapcsolatomból származik, hát ahhoz képest egy nagyot enni. Meg egy nagyot inni, vagy egy nagyot táncolni, ahhoz képest az sokkal kevesebb. És hogy ezért enni és inni és táncolni is nagyon szeretek, és ezt nagyon élvezem is, de nem az Isten kapcsolat helyett. Egyébként, ha egy picit eltávolodunk, egy picit távolabb lépünk ettől a témától, akkor te hogy látod azt, hogy tulajdonképpen ennek a fajta lelki sportnak, vagy fizikai sportnak, a bőjtnek, a különböző, e ezeknek rendkívül nagy divatja van egyébként, mondjuk a kulturális kereszténység részében, Igen. vagy a világ részében? Te mit gondolsz erről, miért van ez így? Nyilván azért is, mert van bennünk egy keresés és ameddig a szívünk mélyéhez nehezen érünk el, Addig a keresésünkben tapogatózunk és tájékozódunk. És kétségkívül azt látjuk, mondjuk a kultúr talaján, hogy a keresztények olyan valakik, hát akik bemennek a templomba, meg nem tudom, pénteken nem esznek húst, meg nem tudom, nem beszélnek csúnyán, meg, de ezeket észleljük, ugye? Ez valami olyasmi, hogy hogy ameddig nem éltem át, milyen szerelmesnek lenni, hát addig, hogy kívülről nézegettem a szerelmeseket, azt láttam, fogják egymás kezét, néha csókolóznak, hanem egész érdekes a tekintetük, azt nem is tudom, hogy kell csinálni, de látszik, hogy ő nagyon elveszti kicsit a külvilággal való kapcsolatokat, és ugye megpróbálom ezeket ismételni, vagy megpróbálom, akkor én is, de hát ha tulajdonképpen hát, ha ennyi az egész, és persze nem ennyi az egész. De az egyébként, hogy mondjuk ebben a szélesebb rétegben, tehát nem a hívők rétegében, van egyfajta, hiszen nyilvánvalóan minden ilyen bőjt, minden ilyen kúra, minden ilyen történet, akár kereskedelmi minitású, akár más minitású, nyilván valamiféle megtisztulás felé megy. Tehát, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy ez azt jelzi, hogy ez bennünk van. Tehát az a fajta vágy, hogy időről időre. Megtisztuljunk dolgoktól vagy valamitől, az, az így is megjelenik. Pontosan így van. És ezért izgalmas az, hogy nem azt mondani bárkinek, aki bizonyos kulturális elemeken keresztül próbál valahogy Istenhez közel kerülni, még akkor is, ha ő ezt nem így nevezi meg, azt mondani, hogy ez ez gyönges, gyönge, vagy értéktelen, vagy, vagy komolytalan, vagy felszínes, mert hogy ő most abból az irányból tudott egyáltalán valahogy kapcsolódni. Ahhoz, aminek a veleje, és talán ezt a kifejezést szeretném hangsúlyozni, aminek a lényege az Istennel, Jézussal való személyes bizalmi viszony. Pál Ferenc, római katolikus, pap, mentálhigiénész, szakember a vendégünk ebben az órában. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.